A palicsító évek óta haldoklik. A víz szennyezett és az ökoszisztéma felborult. Évek óta több fórumon, több kerekasztal beszélgetésen is próbálták megtalálni a mindenki számára elfogadható megoldást, de nem sok előrelépés történt az ügyben. Most egy újabb tárgyalási kör kezdődött a Szabadka város önkormányzata és a tartományi környezetvédelmi titkárság irányításával. Hogyan lehetne tovább csökkenteni magának a negyedik szektornak a szennyeződését. Szennyvíz elvezetés problematikája a palis településen, védővezetek létesítése, erózió problémája, tehát szélvédett terület, tehát szélvédő területnek a telepítése. Ezen kívül a környező földterületek olyan megművelése, amely biokomfort. A tartományi környezetvédelmi titkárság évek óta kiválaszt bizonyos összeget a palicsító szanálására. Ez azonban többnyire érintetlenül visszakerült az államkasszába, mivel a helyiek nem egyeztek meg annak felhasználásában. Naš novac koji ove godine u visini od 60 miliona dinara je odvojen u budžetu pokrajine, pre svega će biti usmeren na formiranje određenih lokacija, kaseta za deponovanje mulja koji će izmuljivan biti u sektoru 4 jezera. A tó iszaptalanításához sokkal több pénz kellene, mondták a szakemberek. Ebből az összegből inkább a víztisztító további fejlesztését, vagy a tó körüli zöld védővezet kialakításához szükséges földterületek felvásárlását lehetne kivitelezni. A palicsi tó szanálásáról évek óta több fórumon, kerekasztal beszélgetésen esett már szó. A kérdés az, hogy mikor jön el az idő, amikor végre tesznek is azért, hogy fürödhessünk a tó vizében.